A Győrszó ZRT munkatársai megkezdték a parkok, közterületek tavasszal esedékes takarítását. A tavaszi falevélgyűjtésben összesen 30 munkatárs vesz részt, városrészről városrészre haladva gyűjtik össze az avart. Ez a tevékenység azokon a területeken aktuális az egyes városrészekben, ahol olyan fásszárú növények, cserjék, fák élnek, amelyek a lombjukat késő ősszel vagy télen hullajtották el. Erre azért van elsősorban szükség, hogy a zöld területek tavaszra szépek, frissek legyenek. A tevékenység 2-3 hétig tart, a munka nagyban ki van téve az időjárás viszontagságainak, esőben ezt a munkát nem lehet elvégezni, de az esőmentes napokon 30 munkatárs végzi a tevékenységet, és tervezetten 2-3 hét alatt érünk végig az indokolt helyszíneken. Az összegyűjtött falevelet pedig a Likócsi komposztálóüzembe szállítják további hasznosításra. A lombgerebjézés jelenleg Adivárosban és Marcalvárosban történik, majd következik Nádorváros, Gyárváros, Szabadhegy és Győr-Szentiván.